Good evening, my name is Paul. I'm from Holland, Amsterdam. Chungang Sunim asked me to do the introduction for today. My translator, Borno, will be here to translate the things I will be saying. Sziasztok, Paul vagyok, Hollandiából jöttem, Amsterdamból. Chungang Sunim megkért, hogy megtartsam ezt a bevezetőt, és itt van Borno, aki le fogja fordítani nektek, amit mondok. So when I was asked to do the introduction, I was thinking, yeah, what I'm going to talk about, and it became very clear that I just have to talk about my life and how Zen came into it. Amikor ezt a felkérést megkaptam, nem tudtam, hogy miről fogok beszélni, és ahogy gondolkoztam ezen, nem tudtam mást választani, mint hogy az életemről beszéljek és a Zenről. Unnoticed, to begin with. Anélkül, hogy felismertem volna. So I was thinking about what to talk to, and I see it as three periods of my life. And it started when I was around 19 years old. Három periódus jutott eszembe az életemből, és az első periódus akkor kezdődik, amikor 19 éves voltam. Till around 29. Körülbelül 29 éves koromig. I finished school. And the first thought I had to get out of this country. Befejeztem az iskolát, és az első gondolatom az volt, hogy el kell hagynom ezt az országot. Jump into the real life. Beleugranom az igazi életbe. Because it's such a long period, I was thinking, you know, how I'm gonna put this long period of all the situations, stories, dramas, good things, bad things. Mivel nagyon hosszú ez a periódus, gondolkoztam, hogy hogyan tudom minden jó dolgot, minden drámát, minden rossz dolgot, minden tartalmat belesüríteni. Was a big question for me. Nagy kérdés volt ez számomra. So I just let you know, I was sitting with it, and that evening I went to bed, and in my dream came, I saw that part of my life in a metaphor. Tehát ültem itt rajta, aztán mikor lefeküdtem, volt egy álmom, és ezt az életemet egy metaforaként láttam. So I will tell you a bit about the dream I had to start with. Erről az álomról fogok beszélni. I was in a big warehouse, like a big shopping mall, like the one in London, Harrods. Egy hatalmas áruházban voltam, mint amilyen a Harrods Londonban. Where you had everything, where you had all little shops, big shops, with all the things you ever wished for. Ahol minden van, nagy üzletek, kis üzletek, mindenféle üzlet, ahol találsz bármit, amire szükséged van. From every country, the most beautiful colors, the most nice smell. Minden országból csodálatos színek, csodálatos illatok. The most beautiful people smiling at you. Szép emberek mosolyogtak rád. And me, when I was 19, I jumped into this warehouse. És én 19 éves koromban beleugrottam ebbe az áruházba. And at that time I couldn't believe my luck. És abban az időben nem tudtam hinni a szerencsémnek. It was for me the most beautiful thing I ever saw, you know. There were so many things I could get, so many things I wanted to have. Ez volt a legcsodálatosabb része az életemnek. Annyi mindent kaptam, amit akartam. And in this dream I went from shop to shop, you know, buying things, getting things, and in the same time creating a kind of sense of I, creating a sense of I am this, what I'm getting now. És ebben az álomban vásároltam, kaptam dolgokat, mindenféle dolgokat, és ebben a periódusban építettem az énséget, amit énnek éreztem. It went on for some time, and in that dream I also experienced this feeling that there was something going on, you know, underneath there was something happening. Ez egy darabig folytatódott, de éreztem, hogy ez alatt valami történik, valami észrevehetetlen történik. Something was not right. Valami nem volt rendben. If you see the Buddhist teaching, you have the first noble truth, and they always have an example. Hogyha a buddhista tanításokat nézzük, az első nemes igazság mindig van egy példa. About a cart or a carriage where the wheel has a bump in it. So it's driving but it's bumping, you know. You notice that there's something not totally right, but you can continue your
your journey. A szekérről, ami megy és döcög, de bár észreveszünk, hogy döcög, azért csak megyünk tovább. So I kept going. Tehát mentem tovább. Not seeing what was going on, you know. I if I look back at it now, it was all for my pleasure, and I didn't care about the people that were around me. Ez csak az én gyönyörömről, az én élvezeteimről szólt, és egyáltalán nem érdekelt, hogy mi történik az emberekkel körülöttem. So this bump became bigger and bigger. Ezek a döccenők egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. And in this run around in this warehouse, in this society, in this consuming society where I was indulging in. És ebben a közösségben, ebben a fogyasztói társadalomban, amiben alámerültem. I find at that moment, you know, the best companion you can ask for. Abban az időszakban a legjobb társat találtam, amit csak kívánhattam magamnak. And that was alcohol. És az az alkohol volt. Alcohol made sure that I didn't feel this bump. Az alkohol megbizonyosított róla, hogy ezeket a döccenőket nem érzem. Alcohol made sure that I didn't see the causes I was creating and the effects that were there. Az alkohol nem éreztem az okot és az okozatiságot, amit teremtettem. And in the same in this dream what happened then it turned around. I in the dream I run around in the warehouse and I went to the shop and I was looking for an exit. És ugyanebben az álomban volt, hogy körbe-körbe futottam az áruházban és kijáratot kerestem. And every end of the shop I came, I opened it and I entered a new shop. És minden üzlet végén kinyitottam az ajtót és egy újabb üzletbe kerültem. And everybody was there. I was asking, where is the exit? És mindenkitől aki ott volt, kérdeztem, hogy hol a kijárat. And they sent me to a different shop. És egy másik boltba, másik üzletbe küldtek. And this how I went from shop to shop. És így mentem üzletről üzletre. I run around for like 8 years. Körülbelül 8 évig futottam így körbe-körbe. And then slowly I started to lose all the things that I was collecting all these years. És lassan-lassan elveszítettem mindent, amit ez alatt a 8 év alatt összegyűjtöttem. You know, and then what they say, you know, what is coming is going. And I really experienced that moment impermanence also became very clear for me. Ami jön, az el is megy, és ez egy pillanatban nagyon tisztává vált számomra. But with losing all these things, I was so identified with all these things, with the clothes I was wearing, with the house I was living, with the friends I was hanging out with. De ezek a dolgok, amik voltak nekem, annyira azonosultam a barátokkal, akikkel voltam, a dolgaim, amik voltak, a ház, amiben éltem. That why when I was losing that, I felt I was losing my life. Azt hittem, amikor ezeket elkezdtem elveszíteni, hogy elveszítem az életem. I went back to Holland. Visszamentem Hollandiába. And basically I started heavily drinking over there. És elkezdtem keményen inni ott. I tried my best, you know, to ground over there, to set up a new life, but at that point already addiction took over. Megtettem, ami tőlem telt, hogy megvessem ott a lábam, hogy új életet kezdjek, de akkora már a függőség elhatalmasodott rajtam. So that was 2 years of of ups and downs, trying to get a job, starting a whole new life that I didn't know how to do it. Az 2 év volt hullámvölgyekkel, próbáltam egy állást szerezni, próbáltam tovább lépni. And then in the last 6 months, when the addiction was at its highest point, és az utolsó 6 hónapban, amikor a függőség a csúcsán volt. When I was drinking from early morning when I woke up. Amikor kora reggeltől ittam, amikor felkeltem. Till late night drinking to go to bed again. Késő éjszakáig, amikor lefeküdtem. If I look at it also now that period, I see also being an alcoholic, you have an unbelievable routine. Ha visszanézek, azt látom, hogy alkoholistaként hihetetlen rutinja van az embernek, hihetetlen napirendje. It looks like the routine we have over here. Olyan napirendje, mint amilyen itt is van nekünk.
it's day, but you know, you wake up, you go to the shop, you do all these kind of things. At the minute, it's correct. Felkelsz, elmész a boltba, piát venni, percre lebontva minden megvan. Now I explain you a little bit like an evening that I experienced. It was really at the point that I looked like shit. My house looked like shit. I couldn't stand up anymore. Egy este, amikor az estét szeretnék leírni nektek, amikor szarul néztem ki, a házam szarul nézett ki, fel se tudtam már kelni. It was in the evening. Este volt. The alcohol didn't work also anymore. Az alkohol már nem is működött. It didn't stop the thinking. Nem állította meg a gondolkodást. It didn't stop the pain anymore. Nem csillapította a fájdalmat. And I experienced a deep hatred. És mély utálatot tapasztaltam. And anger. És dühöt. And a disgust. És undort. Towards myself. Magam iránt. For me, it's very hard to speak about this experience, not because it's an emotional, because I don't understand what happened over there. Nagyon nehéz nekem erről beszélni, nem azért, mert emocionális vagyok, hanem mert nem annyira értem, hogy mi történt akkor ott. I was laying in bed, and I think for the first time I experienced something that is bigger than me. Feküdtem az ágyban, és egyszer csak azt éreztem, hogy van valami, ami nagyobb nálam. And it gave me a big warning. És egy hatalmas figyelmeztetést kaptam. I came to the point that I took a knife. Már oda jutottam, hogy vettem egy kést. And start slowly cutting myself. És lassan elkezdtem megvagdosni magam. And it was not cutting myself to kill myself. Nem azért vágtam, hogy megöljem magam. But it was a kind of to release myself. Hanem inkább, hogy felszabadítsam magam, megkönnyebbüljek. And cut by cut, pain, anger disappeared. És vágásról vágásra a fájdalom, a dű eltűnt. I was very aware at that moment. Nagyon tudatos voltam abban a pillanatban. And it was the power that it had also, it had two sides, I felt. Annak az erőnek úgy éreztem, hogy két oldala van. A very relieving side. Egy nagyon megkönnyebbítő oldala. But a very dark side. De egy nagyon sötét oldala is. And it brought me at that point to the lower realms. És abban azon a ponton az alsóbb régiókba vitt el engem. In this life. Ebben az életben. It happened what happened that evening, I fell asleep. Azon az estén elaludtam. Before I fell asleep, I saw also, I felt also that I couldn't define myself anymore as a human. I was so low in the thoughts I had about myself and about the situation I created. Mielőtt elaludtam, rájöttem, nem tudom definiálni magam, mint emberi lény, annyira szomorú voltam. That at this point I fell asleep. Hogy egyszer csak ezen a ponton elaludtam. And the next morning I woke up. Következő reggel felkeltem. And I hear something. I woke up and I was not really aware what happened that evening. És nem igazán voltam tudatában, hogy mi történt azon az estén. Of course I saw my arm and. Persze láttam a kezem. And I hear something in my living room. És hallottam valamit a nappalimban. And I see a friend of me standing in the living room. És egy barátomat találtam ott a nappaliban. And he sees me like this. És meglátott engem így. He looks at the house, he looks at me. Megnézi, körülnéz, rám néz. And he walks to me. Oda megy hozzám. And he gives me two punches in the face. És kétszer pofán vág. And that woke me up. És ez felébresztett. He called my father. Felhívta apámat. And this is also for me where when my father came into the house and he saw me like this. Mikor apám odajött a lakásba és így látott engem. That was for the first time I said that I don't know.
az volt az első, amikor azt mondtam, hogy nem tudom. It was surrender for me. Feladás volt számomra. I didn't know the meaning at this time from the words I'm using now. Nem tudtam a jelentéséről ennek a szónak akkor. But I gave up at that point. De azon a ponton feladtam. You know, the all these years building up, I dropped at that point. Mindezek évek után azon a ponton hultam össze. If there was ever Roshi Suzuki says it very beautiful, like a beginner's mind. Roshi Suzuki mondja nagyon jól, kezdő szellem. And for me, it, you know, if there is any primary point for me, it was that point, you know, that I really said to myself and to the people that were there, I don't know it anymore. Hogyha valami is volt a kezdőpont, akkor ez volt a szám. Help me. Segítsetek. And there was something for me to ask that at that point. And then if I look at it now, the ball started rolling. És ha visszatekintek, az labdák elkezdtek gurulni. The first teaching I got, because you go to like a place where they assess you, like you come there and they look at you and think, okay, where we put this guy? Az első tanítás, amit kaptam, egy helyen történt, ahol valamiféleképpen nevezik, és azt mondják, hogy hova, mit kezdjünk ezzel a fickóval. And I remember there were two young girls sitting there. Volt két fiatal lány. Good looking girls. Jól néztek ki. And I walked into the room. Bementem a szobába. And we were sitting there. És ültünk ott. I blow the you know, for the alcohol promillage. Fújtam az alkoholszondát. I think it was 8.3. 8.3 volt. So this girl said, the first thing she said to me, like, there was a guy before you that they had to go to the hospital to first, how you call it, first aid. Mondta, hogy előtted volt itt egy fickó, akit el kellett vinni első segélynyújtásra. So they assessed me to go to a closed psychiatric hospital, a floor. Elvittek egy olyan szintre, ahol a zárt osztály volt. And that was the first teaching that I got, that if I continue what I was doing, I would end up like the people that were in there. Ez volt az első tanítás, amit kaptam, hogyha továbbra is így folytatom, ahogy akkor oda fogok jutni. So after a couple of days, I sobered up a bit. Néhány nap alatt egy kicsit kihozanottam. And luckily they told me, okay, we can see that, you know, it's not that bad, and I can go one floor up. Mondták, hogy jó, szerencsére nem vagy annyira súlyos eset, és egy szinttel feljebb mehettem. And now there I had to make some decisions, because I don't actually made any decision, because my sister. Ott kellett néhány döntést hozni, voltaképpen nem hoztam döntéseket, mert. She called a clinic in Amsterdam. A testvérem, a nővérem felhívott egy klinikát Amsterdamban. And there was some waiting list for like a couple of weeks. Néhány hetes várakozó lista volt. But my sister, she kept on calling. De a nővérem csak telefonált. And said, you know, this guy cannot go on the streets. És mondta, hogy ez a fiú nem mehet ki az utcára. So they let me in. Tehát befogadtak. And there I was very lucky to get into this clinic. It was a clinic that had a treatment. Nagyon szerencsés voltam, hogy bekerültem erre a klinikára. Based on the 12 step of recovery. 12 lépéses gyógyulásos módszert alkalmazták ezen a klinikán. From day one, I connected with this program. És első pillanattól kezdve kapcsolódni tudtam ehhez a programhoz. It's 12 steps to recovery. 12 lépés a. Or they say 12 steps to spiritual awakening. Vagy ahogy mondják, 12 lépés a felébredésig. At the end I did 5 months treatment. 6 hónapos kezelésen estem keresztül. 2 months in the clinic. 2 hónap a klinikán. And 3 months half clinic. És 3 hónap félig a klinikán. And I lived in a safe house. That's a house where you live with other people that just came out of the clinic. És egy safe house-ban, egy biztonságos házban éltem, olyan emberekkel együtt, akik szintén a klinikáról jöttek. But for me, the 12 steps, when I was working the 12 steps, de mikor a 12 lépésre dolgoztam,
What it did for me that by going step by step, making all the questions that are part of this step. Ez, hogy lépésről lépésre kellett menni és feltenni azokat a lépésről lépésre azokat a kérdéseket, amelyek részei ennek a folyamatnak. I got a very clear view. Nagyon tisztán láttam. About cause and effect. Az okozatiságot. You know what all the things I'm doing and what are the effects that why I had such a miserable life. Hogy mi az, amiket csinálok, és mik az okozatok, hogy miért van olyan rossz életem. And at the same time, ugyanakkor, a friend of mine gave me a little book. Egy barátom adott egy kis könyvet. And it was I think it was called Buddhism in simplicity or something like that. Azt hiszem, valami ilyesmi címe volt, hogy Buddhism in simplicity. An introduction to Buddhism. Bevezetés a buddhizmushoz. And I started to read it, and you know, you get the basic, you know, no self, impermanence. Elkezdtem olvasni, és az alapfogalmakkal megismerkedtem, mint a éntelenség, a nem folyamatosság. The Four Noble Truths. A négy nemes igazság. And when I was reading that, I could connect the treatment I was doing with the teachings. És amikor olvastam ezt, akkor a kezelést tulajdonképpen tudtam kötni ehhez. I saw all those 12 steps in these Buddhist teachings. Ebben a buddhista könyvben mind a 12 lépést láttam. So I went to the psychologist. Elmentem a pszichológushoz. And I asked him, you know, I'm reading this book, and what is this about? Is this a Buddhist program? És mondtam, hogy ez mi ez? Mi ez az egész? Egy valami buddhista programon veszek tudtam nélkül részt? And then the psychologist, he said to me, you know, Paul. Nem, Paul, mondta a pszichológus. You know, first put all your effort in the treatment, and after that, you know, you can continue with your search. Először csak foglalkozz ezzel a kezeléssel, aztán a többivel foglalkozhat. Akkor I said yes to him, mondtam neki, but jó, I didn't do it. De nem csináltam. Because I you know, I really felt I was on some kind of path. De tényleg azt éreztem, hogy valamiféle ösvényre ráléptem. You know, if I look, and then my path started with looking for a meditation group. És az ösvényem úgy kezdődött, hogy meditációs csoportot kerestem. And I found one group. És találtam egyet. And I did my first sitting, and it was 45 minutes. Megtettem az első 45 perces ülésemet. In this 45 minutes. Ebben a 45 percben. I came to a point. Eljutottam egy pontra. Where something inside of me said that I never have to use any kind of drug anymore. Ahol valami bennem azt mondta, hogy soha nem kell semmiféle drogot használnom többé. Because this was actually what I've been chasing all this time. Mert ez az, amit kerestem mindvégig. Only because of my ignorance. Csak a tudatlanságomnál fogva. I was chasing different things. Más dolgokat hajtottam. For me, when I came out of the clinic, mikor a klinikáról kijöttem, it was very clear for me that I had to find a routine. Nagyon tiszta volt, hogy kell egy napi rendet építeni. So I started to go to the meetings, NAAA. Elkezdtem járni ezekre a találkozókra a antialkoholista klubban. And started with morning meditation. És reggeli meditációkat kezdtem gyakorolni. For me it was also quite very clear that the things that I have been writing down working these steps. Nagyon tiszta volt, hogy a dolgok, amiket leírtam, ezek a lépések. All the patterns became very clear. A minták nagyon tiszták lettek. But that is what the program only showed me. De ezt a program csak ezt mutatta meg. And then I started to recognize that in this meditation, sitting in silence. De aztán rájöttem meditáció közben, csendben ülve. I was actually breaking through all these patterns. Tulajdonképpen elkezdtem ezeket a mintákat tényleg áttörni. Then I started to visit some Zen groups. Elkezdtem Zen csoportokat látogatni. Japanese, Chinese. Japán, kínai. Started to look Dharma talks on internet. Dharma beszédeket néztem az interneten. And then I came into some old video. És very bad sound. Egy nagyon rossz hangminőségű videóval találkoztam.
And I saw a Korean guy sitting. És láttam egy koreai arcot üldögélni. And he was with some childish look over him. Valamiféle gyermetek. He was hitting the floor with a... Kinézetele volt és ütögette a földet. And something connect with me. És valamiért meg. This very simple movement of this wood hitting the floor. Ez a nagyon egyszerű mozdulata, hogy a fa ráüt a földre. I directly thought, okay, I like this. Azt éreztem, igen, ez tetszik. This is simple. I like this kind of thing. Ez egyszerű, ez bírom ezt a fickót. Then of course I started to look students of him. Aztán persze elkezdtem a tanítványi után keresgélni. And I hear things like only go straight, don't know. És akkor ilyesmiket hallottam, hogy only go straight, don't know, azaz csak menj egyenesen, nem tudom. And for me the was this teaching were very easy to see how they worked in my life. És ebben a tanításban nagyon egyszerű volt meglátnom, hogy működik az életemben. Then I found I started to look a series of teaching We Are the Way. What really took my attention that in that talks is was that megragadta a figyelmet ebben a beszédben. He was talking about, you know, really beautiful old Buddhist patriarch teachings. Régi szép pátriárkák tanításairól beszélt. And then a Korean woman in the audience asked him. És aztán egy koreai nő az a közönségben megkérdezte. Do you have a driving license? Van jogsid? And the face on the master was set for me enough, you know, I recognized myself in this expression. És ahogy amilyen arcot vágott, felismertem magam ebben az arc kifejezésben. So after I did some research, aztán egy kicsit kutattam, found out that, you know, there was a temple here. Megtudtam, hogy van itt egy templom. I went to the webpage. Elmentem a weboldalra. And the first time when I looked at the webpage. És amikor először megpillantottam a weboldalt. There was not even a question about if I have to go, not to go. I knew I was gonna go. Nem is volt kérdés, hogy kell-e ide mennem, vagy nem kell ide mennem. Tudtam, hogy el fogok ide menni. So the first retreat I went. Hát az első elvonulásra elmentem. Yeah. And since I've been coming here, since I've been I'm out of the clinic. És mióta a klinikáról kijöttem, azóta járok ide. Step by step I started working for this clinic. Lépésről lépésre elkezdtem ennek a klinikának dolgozni. I started to work with other guys that just came out of the clinic. I started to work the 12 steps with them. Elkezdtem más emberekkel dolgozni, akik éppen kijöttek a klinikáról, a 12 lépéses rehabilitációs folyamatot velük elkezdtem. I can see that from the point that my friend walked into the room and I said to myself, I don't know. És emlékszem, visszavezetem őket arra a pontra, amikor bejött a barátom a szobába, és azt mondtam, hogy nem tudom. You know, life itself showed me. Az élet maga megmutatta. What direction I had to go. Milyen irányba kell mennem. Yes, what is Zen for me? Mi nekem a Zen? For me it's accepting life as it is, you know. Számomra ez az, hogy elfogadni az életet olyannak, amilyen. Accept it how it comes. Elfogadni olyannak, amilyen, ahogy jön. And to accept it as it comes, I have to see it clear. És ahhoz, hogy elfogadjam, ahogy jön, tisztán kell látnom. And to see it clear, I have to practice. És hogy tisztán lássam, gyakorolnom kell. And I have to come here. És ide kell jönnöm. Do my retreats. Elvonulásokra. For me the retreat doesn't finish when I go home. Számomra az elvonulás nemnak nincs vége akkor, amikor hazamegyek. I call my house also. It's a small house in Amsterdam. I call it a little temple. A saját házamat is Amsterdamban úgy nevezem, hogy kis templom. Where I have my routine. Ahol megvan a kis napi rendem. Daily practice. Napi gyakorlat. Because I experience also that this warehouse. Mert tapasztaltam, hogy ez a nagy áruház. Is still pulling me. Még mindig húz.
And even when I go to the retreats, I have my daily practice at home. És amikor elmegyek elvonulásokra, és amikor otthon megvan a napi rendem. And I said this in the interview also. És ezt az interjún is elmondtam. That it's like I'm fighting the symptoms still. Olyan, mintha még mindig a tünetekkel küzdenék. Because I have a pretty good life now. Mert egész jó életem van most. Where I'm in a position of helping people. Ahol olyan pozícióban vagyok, hogy segíthetek embereken. But still, I'm, you know, at this point I'm looking, you know, what is for me the next step. De ezen a ponton mégis azt nézem, azt keresem, hogy számomra mi a következő lépés. And I, you know, this question I take with me in silence. És ezt a kérdést magammal viszem a csendbe.